Szeretettel üdvözöllek titeket ez a Teremsdúr magad Önmagad beszélgetés sorozat, és egy igazán rendkívüli egyedi beszélgetéssel készültünk most nektek. A specialitása ennek, hogy több vendégem is van ez alkalommal, és több részből is fog állni ez a beszélgetés sorozat. Fogadjátok nagy szeretettel beszélgető partnereimet, Egedi Kovács Melindát, Balog Bélát és Kis József Zsoltot. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Én is köszönöm. Sziasztok. Én mikor reggel készültem, hogy találkozom most, úgy éreztem magam, mint egy gyerek karácsonykor, hogy ú, de jó lesz, hogy végre összejön ez a társaság, én nagyon szeretlek és tisztellek mind a hármótokat, és kíváncsi vagyok arra, mielőtt így belemerülünk a különböző témákba, tudatossági tudatosság jegyében, hogy uh, ti honnan ismertek egymást egyáltalán, találkoztatok-e már személyesen, azért is mondom így, mert ti például, hogy egymás mellett ültök Melinda és Béla, bár nagyon régen ismertek -e egymást, és ezzel most lehet, hogy valamilyen értembe le is van a poén, de élőben most találkoztok először. Így igen, hát ez nagyon érdekes, mert az Elixir magazin kapcsán nagyon sokszor megfesztiválokon, de valahogy mindig mindenki jött, ment, megcsinálta maga előadását, és akkor utána nem, de nyilván figyeltük egymás munkásságát, illetve én nekem van egy olyan érzésem, pont elmeséltem Bélának, hogy, hogy egyszer a férjemmel nem olyan rég autóztunk, és álmodoztunk arról, hogy keresünk egy telket, persze ez még nem reális, csak ugye így indul a teremtés, hogy vágyom arra, és nézegetem, hogy milyen terület tetszene, hogy mi egy szellemi központot építsünk. És mondta, hogy kinézett egy nagyon-nagyon jó rezgésű, nagyon jó energetikájú helyet, és a GPS-szel vakon követve mentünk, és egyszer csak a Béla központja mellé érkeztünk, ahol volt egy szabad telek, és hát ugye Béla jó rezgésű valószínűleg az a hely, ahol hát, te vagy. Úgyhogy <laughs> remélem, hogy előbb-utóbb, igen, akkor nem. el is látogatunk. Addig, meg. amíg még vannak szabad igen, még. Mondtad, hogy miért nem csöngettünk, mert mondtuk, nem akartunk, mert miért csak ott autóztunk, úgyhogy. Viszont Zsolttal egész régi az ismeretségünk. 98-ban találkoztunk, ugye? Hát te pontosan emlékszel, akkor rádhagyatkozom. hagyatkozom. Volt Rá egy konkrét színe. szitu is, amit elmeséltél a Zsoltával való találkozás kapcsán, és a Zsolt hozzájárult, hogy ezt megoszthassd velünk, úgyhogy én örömmel veszem. Hát ez ugye 98-ban, amikor ö, nekem akkor médiuminak nevezett képességek, én most másképp értékelem ezt, de én belesodródtam hirtelen egy olyan dologba, hogy egyszer csak a Böszörményi úton ültem egy lakásban, egy nagyon kedves tévés személyiségé volt egyébként, aki nagyon mélyen érdeklődött a spiritualitás iránt, és Hanvas Bélával nagyon sokat foglalkozott, meg ilyen témákat fölkarolt, és Zsolt is vele dolgozott, és akkor a stáb is úgy volt, hogy ha már itt van egy médium, és itt ül, akkor mindenki egy picit úgy beosont, és akkor úgy, úgy, egy picit, hogy úgy, úgy nézzünk bele, hogy vele mi van. Hát nekem nagyon új volt egyébként ez a helyzet, de máig nem felejtem el Zsolt arcát, ahogy ültünk egymással szemben, és én akkor még nem tudtam, hogy ez így hogy működik ez a dolog, én csak kimondtam, amit láttam, és azt mondtam, hogy figyelj, szerintem te nem akarsz tévézni. Te már, te már valami mással akarsz foglalkozni, valamilyen spirituális dolog, és emlékszem, hogy azt mondtad, hogy végre valaki ezt kimondja. Úgyhogy nekünk így volt az első találkozásunk, és hát nagyon örültem, hogy Zsolt uh, utána láttam, hogy teljesen önállóan végül hát az lett, ami, ami, most. És neked milyen kapcsolódási pontja van? Igen, annak, igen, köszöntöm kell. az érdeklődőket. Aki, aki követ bennünket, hát Ugye kapcsolódom az, hogy televízió, akkor még teljes mértékben televízióban dolgoztam, és Bélát én onnan ismerem, hogy interjút csináltam veled, ne, nem tudom az évszámokat, de néhányszor, így van, meg hát egyébként az előadásaidat tapasztaltam, különböző fórumokon, fesztiválon is adtunk úgy elő, hogy hol itt volt, én itt voltam, te ott voltál, hát Melinda, te, te pedig már elmondtad, és még, még talán amikor a táboraim voltak a mecsekben, még ott, ott is, is, találkoztunk. A is, igen. Még, még az én volt házamban és a volt falumban, úgyhogy ezer szállon, és hogy most kifejezem ezt, Péter, hogy fölvezetted, hogy megtudtam ezt a meghívást, engem nagyon megtisztelt, meg örömmel vettem, meg gondoltam én, hogyan kerülök ebben a spirituálisabb, emelkedettebb társaságban, de lehet, hogy jó karmám gyümölcse, reméljük. <laughs> de, de jó, hogy összehoztál bennünket, én köszönöm legalábbis már, már indulásból. Nekem könnyű dolgom lesz, ma óriások vállán állok, tehát meg mind a hárman olyanok vagytok, akik, akik lenyűgöző, hogy milyen tudatossággal figyelitek a világ történéseit, és egy teljesen más lepárlását adjátok ennek, mint amivel egyébként jellemzően találkozhatunk a világhálón. Úgyhogy én azért is nagyon örülök, hogy itt vagytok, és akkor csapjunk is bele, a egyet értetek, mert ez a hármas tagolás, amire én utaltam, vagy hogy több részből fog állni, ezt rugalmasan kezeljük, de hogy azt gondoltam, hogy úgy lehetne egy kerete, hogy először azzal foglalkozzunk, hogy ebben a forrongó világban, ebben a most egy nagyon erős át alakulás van, hogy hogyan tudunk egyénként a saját életünkre a leginkább úgy hatással lenni, külső körülmények mellett, vagy ezt elfogadva, vagy ugye erre reagálva, hogy ezt a fejlődésünket a leginkább szolgálja, és utána szeretném, hogyha megnéznénk azt is, hogy a mikrokörnyezetünkre hogyan tudunk hatással lenni a gyermekeinkre, a párkapcsolatunk vonatkozásában, vagy a szüleinkkel, ugye egy egyeneságú uh, rokoni kapcsolat, így a közvetlen környezetünk, és végezetül pedig a világ vonatkozásában, hogy ez a, olyan szépen erre, hogy egyetlen ember ereje, tehát hogy létezik-e ilyen, vagy csak a Tanulmányokban olvashatunk ezekről, hogy, hogy, hogy micsoda hatással van. Most nyilván provokatívan hozom be direkt a témát, szóval, ha egyetértetek, akkor valahogyan így képzelném el ezt a mai találkozásunkat, hogy ezt így három különböző perspektívából vizsgáljuk meg. Én benne vagyok. Jó, örülök neki. Nos, akkor azt nézzük már meg, ha szabad kérnem, egy hívószóval még kiegészíteném az egyén vonatkozásában, hogy felelősség, választás, nem is egyel, hanem három szót is hoznék ide. Az egyik az a felelősség, a választás, és a felelősség alatt azt értem, hogy az ingának, hogyha a két végét nézem, akkor van az, aki semennyi felelősséget nem vesz az életért, tehát azt mondja, hogy a szüleim tehetnek róla, tehát kifele teszi, vagy éppen elfogadásban van úgy, hogy így jártam, és van a másik vége, ahol meg valaki mindenért magát teszi felelőssé, és méltán itt lenne a helye Szunémnak is ebben a társágban. Tőle hallottam ezt a megközelítést, hogy aki semmiért nem vállal a felelősséget, az rengeteget fog szenvedtetni, aki pedig mindenért magára rántja a felelősséget, az rengeteget fog szenvedni. Nem is hozom ide a harmadik kifejezést, hanem először, ha egyetértek, akkor nézzük meg a felelősség felől, hogy az egyénként itt most mit tudok tenni ennyi külső vírus, háború, most hadd ne soroljam, hogy mennyi minden van itt körülöttünk, hogy ehhez hogyan érdemes közelíteni a tudatosság egyében. Az, ami körülöttünk zajlik, az nem biztos, hogy ugyanaz, ami bennünk is zajlik, az csak részben. Tehát felhívja a figyelmünket arra, hogy olyan változás előtt állunk, olyan korszakot élünk, amilyen kapcsolatban korábbi tapasztalataink még nincsenek. És sokan úgy gondolják, hogy ezek nagyon rossz dolgok, amik történnek, ugye vírus, korlátozások, háború és a többi. Ugyanakkor én úgy látom, hogy mindig két erő dolgozik, van egy építőerő és van egy lebontó erő. Az építőerőnek a tudatossága nyilván magasabb, lebontani, szétrombolni valamit sokkal könnyebb, de furcsa módon a lebontó erő is egy jobb világnak a megteremtéséért dolgozik. ennek a jobb világnak először bennünk kell létrejönnie. Na most azáltal, hogy ilyen látszólag rendkívül kellemetlen események zajlanak körülöttünk, ez elvezeti az embert oda, és nagyon sok embert elvezet oda, hogy feltegyen magának olyan kérdéseket, amit korábban, amivel nem is foglalkozott korábban. Egyáltalán, hogy mi az, ami igaz abból, amit mi a híradásokban kapunk. Mi az, amit komolyan kell venni. Mi az, amiben meg lehet bízni? Mi az, amire lehet számítani? És szépen fokozatosan kiderül, hogy nem lehet megbízni az egészségügyben, nem lehet megbízni a tudományos állítás, vagy tudományosnak nevezett állításokban, nem lehet megbízni a híradóknak az igazságtartalmában, és még sorolhatnám. Na most ilyenkor mi történik? Milyen lehetőség marad? Egyetlen egy biztos kapaszkodó marad. Befele, a szívközpont fele. És azon keresztül ránézni a világra. És abban a pillanatban az ember talán felismeri, hogy de hát én nem vagyok az egységtől leválasztott, különálló lény, én ennek a része vagyok. Én ehhez hozzájárultam valamilyen módon. És mi az én feladatom ebben? Talán az, hogy a rosszat, vagy a rossznak tekintett dolgokat jobbá tegyem. Javítsak rajta olyan szinten, amilyen szinten tudok. Annyit, amennyit tudok, amennyire képes vagyok, amennyire lehetőségem van. És megteszem a tőlem telhető legjobbat, és akkor nyugodtan alszom. Kettő gondolat jutott eszembe, és ezzel adnám tovább, amelyik őtök éppen szeretné folytatni. Az egyik, hogy ez az elmúlt két-három éve engem is ebbe az irányba vitt, hogy még sokkal többet figyeltem kifelé, most már inkább a befelé fordulás az, ami domináns, ez inspirál arra, hogy az új könyvemnek egyébként az lesz a címe, hogy a kiút befelé vezet, pont ebből adódóan, amit most Béla mondtál, és a másik, ami megcsapta a fülem még a kezdés előtt, amikor Melindával itt a színekről a diskuráltatok, hogy te fehérben, ő fekete szoknyát választott, és hogy mit szimbolizálnak ezek a színek, és hogy ennek kapcsán feljött, hogy a sötét, az is a jóért dolgozik, én mondtad, jól. és most én. ezt fejtetted ki én. egy kicsit bővebben, én. hogy mire is utaltál akkor. Igen, én teljesen egyetértek azzal, amit Béla mondott, hát nagyon hasonlóan gondolkodunk, hogy én ezt úgy látom egy kicsit, hogy valóban azt gondolom én is, hogy egy a, én annyiban mondanám azt, hogy egy új korszakba léptünk, ami, amiről még nem tudjuk, hogy mi lesz, mert ilyen még nem volt, hogy az emberi tudat még nem volt soha ennyire megzavarva korábban. Tehát a, a világunk, tehát ahol, a, ahol, mi emberek, az emberi világ, ezt úgy mondják azok a hermetikus ősi tanok és mindenféle ezotéria, hogy a polaritás világa. Tehát ebben a világban mindig egy kettősség van, ha egyik oldalon valami bekerül, tehát megjelenik egy jelenség, akkor annak egy időben láthatatlanul az ellentéte, a, a poláris ellentéte is elkezd kifejlődni. Tehát, ha valahol megjelenik a szeretet, akkor ugyanolyan mértékben elkezd valahol ennek az érzelemnek az ellentéte a félelem, a gyűlölet is megjelenni. Mint a volt tehát a két vége. Amint igen, tehát beszéltél egy ingáról, ezt így is mondják ezek a tanok, egy ilyen hasonlatot használnak, hogy, hogy, egy hatalmas inga leng mindig egyik másik végpont között. Tehát ez az emberekkel is igaz, hogy a nagy helye húja jókedv után egy öntudatlan ember, tehát aki tudatosan nem figyel önmagára, és nem uralja úgymond az érzelmeit, nincs egy, nincs egy kontrollja fölött, vagy nincs egy tudatossága ebben, az általában a végpontok között csapódik. A nagy örömök után nagy mélypontok, a nagy mélypont után megint elindul föl felé, mert ő utazik öntudatlanul egy kozmikus nagy ingának a lengésével. Ez a polaritás világa. Ezen mi változtatni nem tudunk, mert ezt a dimenziót nem mi hoztuk létre, bár teremtők vagyunk benne, tehát megvan a szabadságunk, hogy ezt teremteni tudjuk, ezt a játékpályát, de ugye ez több ezer éve a, ezeknek az ezoterikus iskoláknak a titkos tanítása az ez volt, hogy figyelj, ez egy kemény akadálypálya, szóval nem ez a mennyország. Ez az árnyék és a fény, mind a kettő jelen van ebben a, ebben a birodalomban, te pedig egy folyamatos vizsgahelyzetben vagy. Tehát minden felébredt vagy ébredező ember számára az, az, első, ami kiderül, hogy valószínűleg én a nagy eseményeket nem tudom megváltoztatni, tehát azt, hogy háború jön, járvány jön, ez mindig, ha megfigyeljük az évszázadokat, olyan még nem volt, mindig van valami. Mindig vagy ez van, vagy az van. Tehát valami mindig van. De erre nekünk ugye a szabadságunk az abban áll, amit a Béla is mondott, hogy befelé fordulva egyénként mi hogyan viszonyulunk ehhez az egészhez, és hogy igenis van hatalmunk ezen valamilyen szinten változtatni. Ami ebben érdekes, és azt gondolom, hogy az emberek talán ebben vannak megzavarodva, hogy mi az én hatóköröm, hol kell nekem aktívnak lenni. Én azt látom, hogy az ilyen helyzetek felhoznak egy olyan jelenséget, hogy ott akarnak az emberek hatni, ahol se tudásuk nincs, se hatókörük nincs. Tehát magyarán az, hogy dühötten mondjuk posztolgatok a Facebookon, ezzel nem fogok, ez nem az én hatóköröm, és elfelejtik, hogy nem itt kell nekem aktívnak lenni, hanem ott, ahol az én tehetségem, ahol az én sorsfeladatom, az én képességeim, az én gazdagságom van. Ha az én gazdagságom az, hogy pedagógus vagyok, és gyerekek kell tudok, akkor ott van az a hatóköröm, és egy ilyen krízis helyzetben ott tudok a gyerekekkel, hogy őket hogyan nyugtatom meg, hogyan beszélek, hogyan hozok föl egy témát, mifelé viszem az ő fejlődésüket. Ha az én hatókorom az, hogy művész vagyok, énekes vagyok, akkor írhatok olyan dalokat, kiállhatok egy, tehát hogy mindenkinek megvan a, a maga feladata ebben, vagy a maga lehetősége, úgymond a szólót táncolni, és hogy ezzel így hozzájárulni ehhez az egészhez. Tehát én, én ezt látom, hogy, hogy viszont visszautalva, hogy az nagyon nehéz talán, hogy, hogy az emberek azáltal, hogy nagyon-nagyon kifelé fordult extrovertált világot élünk, és egyre digitalizáltabb a környezet, ami minket körülvesz, elfelejtenek már önmagukra figyelni. Tehát minden, amit a Béla is mondott, ez azt feltételezi, hogy én érzékeljem, hogy én egy személy vagyok. Tehát, hogy egyáltalán én még önmagammal, egy, önmagammal kapcsolatban legyek. De ha én állandóan a telefonomon keresztül, meg mindenféle eszközön keresztül valahol máshol járok, mások életét figyelem, mindenféle máson pörgök, akkor elfelejtek én-én lenni. És mindez a képesség, gazdagság és ez a, ez a szabadság, hogy én változtathatok, teremthetek ebbe a világba, ez így elvész. Én így látom. Oly sok felvetéshez tudtam volna csatlakozni egy-egy kérdéssel, és gondolom, nincs ez másképpen a többi beszélgető partner részéről sem, de én most azért vagyok itt, hogy titeket hallgassunk, úgyhogy én tovább is adom a lehetőséget Zsoltnak, mert kíváncsi vagyok, hogy így az első érintése te, te hogyan kapcsolódsz ehhez. Magam is igyekszem beállni a hatókörömbe ebben a beszélgetésben, mert hogy az egyik, egyik tisztem az, szóljon belőlem, az asztrológus a felvezetődhöz kapcsolva, pontosabban... Ne, Korábban, ami kaptam levelet tőletek, hogy itt választásról is beszélünk, nem politikai értelemben. Igen. Mert hogy asztrológusként ugye a prognózisaimban mondtam, hogy ebben az, ez az időszak, ez a döntés választás éve, még hozzá pontosan a között, hogy önismeret, tudatosság, erről majd valószínűleg szót ejtünk, avagy befelé figyelés, vagy pedig ennek az ellenkezője, és a korszakokról nagyon sokat lehetne beszélni, hogy milyen időminőségben vagyunk, hiszen mindig vagyunk valamilyen időminőségben, és rögtön ehhez át is kötök a felelősséghez. Pontosan Béla szoktál az édesanyanyelvünkkel tanító értelemben játszani előadásaidon, ugye nem mindegy, hogy megfelelek vagy felelősséget vállalok, és vajon kinek, kinek felelek én. Tehát, hogyha én kapcsolatban vagyok önmagammal, valamilyen szinten, és minél magasabb szinten, önismeretben vagy tudatos vagyok önmagamban, akkor lehetséges, hogy fölkapcsolódom oda, aki felé felelősséggel tartozom. Például. És ugye Melinda behozta a, 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 a világ a világpolaritását, és ezt megközelíthetjük, mint segítő szakember, mondom, személyiség oldalról is. Megint csak hivatkozva a te fölvezetődre, hogy igen, én azt látom, hogy ha valaki nincs a középpontjában, például nem eléggé tudatos a személyiségében, vagy, vagy a személyiség zavara, és nem dolgozta meg szunim tanításához is kötve, akkor vagy olyasmit is magamra veszek, ami nem az én dolgom, nem az én tisztem vagy pedig azt pedig elhárítom, ami az én dolgom. Eleve az egónak van egy olyan hajlama, azt gondolom általánosan mindannyiunknak, hogy az legszívesebben csináljuk a másét, <laughs> Mint, mert azt, azt hiszük, hogy a saját keresztünknél majd a másiké könnyebb, erről van egy olyan történet, most nem akarom történni az időt ezzel. Tehát ahogy a butikus tanításban is ott van, hogy az a húr, akkor szól, hogyha nem túl laza és nem túl feszes és, ha a, a, és a felelősség kapcsán. Ö, volt egy előadásom 2020-ban a Kígyó Levedli Bőrét címmel a Kis Hózsebről Youtube csatornán ott van. Azért tartottam erről, mert az volt a nyitánya ennek, a, ennek az időszaknak, ennek a dinamikus időszaknak, amit tapasztalhatunk, és akkor azt mondtam, hogy az emberiség most egy gyorsított felnövésben fog részt venni. Ha ezt nem teszi önként, globálisan átfogóan olyan történések lesznek, ami egyszerűen fölnöveszti az emberiséget ahogy Béla, te szoktad mondani, hát mi, minek hatására változunk, például a kényszerből. Én, én annyit hozzáteszek, hogy szerintem ez önismerettől, reflexiótól, tudatossági szinttől függ. Ha kevés az önismeret, nincs magas tudatosság, akkor sokkal inkább külső kényszerekből tanul az ego. Ha már, ha már van, akkor, 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 sokkal inkább árnyaltabb a kép, és igen, én, én azt látom, és az asztrológia is, mint egy analógiás, arhetipusos rendszer segíthet ebben, és nem csak ez, hanem szerintem, ha valaki öreflektív, akkor mindannyiunkban ott van az, hogy egységében lássuk a világot, hogy ne csak a fizikai történéseket, vagy ne azt nézzük, ami a színpadon történik, mert az a szellemnek, ha úgy tetszik, a léleknek a színpada, hanem vajon mit üzen számunkra. És most szerintem bőven vannak olyan dolgok, említetted a járványt, a karantént, amikor, amikor megjelent kívül a korlát, hogy akkor figyelj befelé. Nem tudod korlátozni magad belül, akkor kívül megjelenik a korlát, és akkor kezdj ezzel valamit. Tehát, hogy, és ez még egy húsvét közelettével, hiszen akkor vesszük fel ezt az adást, hogy kinek mi a hite? Tehát mi, mi az a transzcendens vagy felsőbb szusztancia, amiben hisz? hisze abban, hogy van-e egy kozmikus rend, egy gondviselés, Érdemes ezt megfontolni, mert innen könnyebb eljutni, hogy minden érdekünkben való, és beálljunk a saját felelősségünkbe, záró lezásképpen annyit, hogy ha belegondolunk, egység van de amikor átjövünk a szülőcsatornán, ott van egy szakasz, amikor egyedül vagyunk, és nagyon úgy tűnik, hogy a halálban is van egy olyan szakasz, amikor egyedül vagyunk, igaz, hogy az indulási és érkezési oldalon is vannak, <gül> állítólag, <gül> a másik oldal, de akkor nekünk egyedül kell, hát akkor ki felel magáért? Ha nem, kérdés, hogy kinek felelek belül. Kem, ez jutott eszembe. Az angolból ez a felelősség szó, ez a responsibility, ugye ez a, válaszadási képesség a response és ability, tehát hogyha így nézzük, akkor valóban itt uh, egy érdekes dolog, hogy mi az, amiért én felelek az életemen belül, és ez az önismeret, amit mondtál Zsolt, ha megengedtek, akkor megint egy néhány dolgot ide teszek tálcán, és ahhoz nyújtok, amihez szeretnétek, hogy a, ez az ez a egyéni felelősség azt látom, hogy amikor az élet uh, külső hatására kezdünk el befele figyelni, akkor nagyon sokszor nem látszik, amit ott nem tetszik az, amit ott látunk. És ezzel szembesül az ember, akkor választhatja azt, hogy tovább merészkedik, vagy visszamegy a külső körülményekbe megmártózni, mert az komfortosabb lehet. És én azt vettem észre, akár a saját felüldésemen is, hogy az egységnyi ismerethez nagyon jó, hogyha van egységnyi elfogadás, mert ez a felelősség nagyon nyomasztó tud lenni akkor, amikor az ember magára rántja így az egészet, abból a projektív előző viselkedésben, amikor a szüleitől kezdve a kormányon keresztül mindenki tehet az ő életében történtekről. Tehát ez a tézis-antitézis között a szintézis, amikor mondtad az ingánál, hogy itt valahol az az arany középút, hogy ezt nem tudom, hogy hogy látjátok, illetve amit a másik, amit ide a tálcára helyeznék, ami a Melinda felvetésében volt ez a hatókör vagy hatósugár, ez már egy picit egyébként a másik részhez is kapcsolódik, amikor mondott tanárként mondjuk tudok úgy a gyereknek, hogy, hogy, hogy arra tanítom énekesként önkifejezés, és ennek különböző formái lehetnek. Hogy hol van az, és itt már becsempészném ide azt a fajta szabad akarat, hogy én mire lehetek hatással, és mi az, ami eleve elrendeltetett, tehát determinált, és az, az ott az elfogadás az, ami, ami hozhatja, mint egy örvényben lennék, és akkor azt mondom, hogy az örvényben a legjobb az lehet talán, ha a kapálózás helyett uh, egyszerűen csak hagyom, hogy az megtörténjen, és akkor kidob magából. Ez csak egy szimbólum, uh, de kíváncsi vagyok, hogy ti ezeket hogy látjátok. Hát több dolog merült föl nekem. Van egy valami, ami, amit úgy érzem, hogy, hogy tehát nekem ez nagyon feljött. Nekem Gandhi személye egy rendkívül inspiráló személy az életemben, és sokáig ennek volt egy ilyen evolúció, hogy teljesen másképp tekintettem rá, és az utóbbi tíz évben változott meg, és ö, ezzel a hatókörrel kapcsolatban meg, hogy egy egyén mit tehet, és hogy mi mit tehetünk, egy nagyon érdekes dolog derült ki számomra Gandiról, több kutatás Előzte ezt meg, hogy ugye mi úgy gondoljuk, hogy Gandhi tulajdonképpen valószínűleg a karma, a reinkarnáció, tehát felvértezve ilyen hindu filozófiával, ugye egymaga, azt azért mindenki tudja, hogy egymaga 40 kilósan egy szál kamcsában, vagy hát egy ilyen rongyal a teste körül kiűzte az angolokat Indiából, de hogy ez nem így volt, tehát ennél sokkal finomabb a kép, és engem mindig foglalkoztatott, hogy Gandhi tulajdonképpen nagyon sokszor látszólag passzív volt, egy rokkán szövegetett. Tehát, yeah. hogy tulajdonképpen nagyon sok kép van erről, hogy ő ezt miért csinálta vajon. És ennek, amikor utána mentem, döbbenetes volt, hogy Gandhi szellemi gyökerei a teozófiához vezettek vissza, amit még Angliában ismert meg, és ő nem egyszer kinyilatkoztatta, hogy ő egyáltalán nem hindú, hanem ő felsorolta az összes vallást, és azt mondta, hogy én ez mind vagyok. Tehát én egy egységben látom, nem a különbséget látom, a megosztást látom, hanem az egységet, és hogy ez a rokkán szövés, ez egy szimbolikus tett volt részéről utalt egy ö, olyan dologra, amit csak a nyugati, he, nyugati misztikában van benne, ugye a nyugaton, keleten is így van, tehát sok a hasonlóság, de nyugaton van egy nagyon érdekes gondolat, hogy az ember tudata rétegződik, és ö, van egy, ö, tehát van a szellemi mag, tehát ami egy ilyen teljesen tiszta, tehát mondhatjuk, hogy ez az isteni önvaló, amire a, a minden szakra és filozófia úgy erről tud, és ezt ki hogy nevezi, de ez mindenhol ott van, ez a bennem levő budha, a gyémánt a lótusz közepében. Ebben van egyetértés. Ebben van egyet. ez a bölcsekköve az alkímiában, tehát hogy bennem van ez a mag, de a tudat nem ilyen egyszerű, hanem erre rétegek borulnak. És az én tudatom is változik ezekben a rétegekben, és az visszatérve egy érdekes felvetés van, ők növényi tudatnak nevezi ez a nyugati misztika, azt a tudatállapotot, ahol én egy olyan lélekmezőbe vagyok képes bekapcsolódni, ahol mindenkit érzékelek. Tehát, hogy a tudatomnak van olyan része, amikor nagyon szeparált vagyok, nagyon ember vagyok a saját szenvedéseimbe, a saját burkolatomba, a fájdalomtestembe vagyok elmerülve, és az önismeret ezért olyan fájdalmas, hogy akkor belemegyünk ebbe a fájdalomtestbe, és akkor ott mindenféle van. De amikor én nem erre figyelek, hanem a tudatomat kijebb terjesztem, akkor eljuthatok, a növényt ezt szimbólumnak használják, tehát senki ne gondolja, hogy egy növények volnánk, hanem az azért használták ezt a szép szimbólumot már az ókortól, mert a növény a mezőben, ugye, mint a magok, a sok-sok lehetőség, de hogy mégis szeliden, mindenkit szolgálva az élet. Tehát a növény az egyszerűen szeliden maga a szeretet, maga az élet. Az nem akar agresszívan semmit, hanem tulajdonképpen ezért használták. És ebben a lélek mezőben összekapcsolódva a növénytudatban bárki egy egyén is, és Gandhi ezt erősítette magában, az együttérzést. Tehát ő nem agresszióval érte el a célját, és nem azzal, hogy, hogy valamiféle nagyon kemény filozófiát ö, harsogott, hanem azzal, hogy ő megerősítette magát ezen a lélekmező, ezen a, ezen a tudatszinten, ahol teljesen kozmikussá válik a tudat, mert ezen a tudatszinten minden ember tudok szeretni, mindenhez tudok kapcsolódni, és ez a rezgésem van. És így összetudok kapcsolódni, és másképp tudok hatni az emberekre. És én azt gondolom, hogy Gandhi mondjuk, hát, hogy nem nyomasztóan nagy, nagy, amit, amit tett, tehát az ember azt gondolja, hogy jó, hát hol vagyok én ganditól, tehát nyilván nem tudom ezt a szintet elérni, de ő mégis csak azt tanította nekünk ezzel, hogy mindannyiunkban benne van a lehetőség, hogy ezt a kozmikus tudatot valamennyire fejleszgessük így az életünkben, és akkor ebben a pillanatban a hatókörünk is teljesen megváltozik. Tehát lehet, hogy én a hétköznapokban csak ugyanúgy teszem a dolgomat. Hát ő is szőtt a rókán, jött, ment, nem, nem, voltak ilyen nagyon nagy esemény egy ponton túl, de a tudat mezejét kiterjesztve, mégis hatásom lehet a világra. És talán én, én ebben hiszek, hogy ezt tudjuk megtenni. Amikor ez a háborús helyzet bejött, akkor felmerült az igény az én köreimben, az engem körülvevő emberekben, hogy mi mit tehetünk. És akkor mi, gondolom szerintem ti is meditációkat tartottunk a, a helyzet javítására, amire kívülről azt lehet mondani, hogy hát. Most miért nem segédcsomagokat küldtünk? Egyébként azt is küldtünk. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy fizikai síkon is tenni kell, de hogy, hogy óriási hatása volt, úgy érezzük ennek, hogy az együttérzést erősíteni. Tehát akik szenvednek bármelyik oldalon, egy egyfajta ítélkezésmentes állapotban mindenkit megpróbálni, mindenkiben fölébreszteni azt, hogy figyelj, tehát te miért öldökölsz, hát mindenki a testvéred. Itt ezen a bolygón mindenki, minden mindenki, és minden állat, és minden növény, és minden ember tudna harmóniában élni, ezt ezt küldeni ki. Tehát én azt gondolom, hogy egy spirituális filozófia így gondolkodik. És nem úgy, hogy mi tudjuk, hogy ez az Isten, aki meg nem ezt gondolja, na az az ellenségünk. Hát az nem spiritualitás. Ahogy arra számítottam is, most egy kicsit már szörfözünk az egység, és a, a hogyan lehet hatásom a világra Igen. A témák között is, ez nekem így tetszik ha már Zsolt behozta, hogy a Béla is utal rá többször a magyar nyelv gyönyörére, én is szerelmese vagyok ennek, amikor azt mondom, hogy te most az egységről beszéltél, és amikor kétségbe esik az ember, akkor ez az állapot nem áll fenn. Úgyhogy ha szabad, akkor én az urakat még egy kicsit arra kérném, hogy az az individuális dologhoz, tehát az egyén felelőssége, választása, mozgásteréhez jöjjünk vissza, és majd utána csatlakozatok Lécia Melinda felvetéséhez. Ami az egyén mozgásterét illeti, ugye két fontos terület van, Jó megkülönböztethető, a közös jó és az egyéni jó. Na most kérdés, hogy melyiket tartjuk fontosabbnak. De Gandhi nyilván a közös jót tartotta fontosabbnak, nem az egyéni jót. És, mint említettem korábban, ugye ez a két erő mindig dolgozik, a sötét és a, a, a világos, a lebontó és az építő. Na most azért azt nem árt tudni, hogy a sötét oldal, ugye az ellenpólus a duális világban, az is fénynek mutatja magát. Minden esetben fénynek mutatja magát. De van néhány jellemzője, amiről azért fel lehet ismerni, és ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Az egyik az, hogy kis dolgokra nem figyel. Kis dolgokat nem, nem, számítanak. Akkor lép akcióba, amikor valami nagyon kezd megerősödni pozitív irányba, és azt nyilván megpróbálja akadályozni, elfolytani, lebontani. Még mielőtt úgymond átvenni nagyon a fény az irányítást. És ennek a módja az, hogy az egon keresztül dolgozik. Tehát fénynek mutatja magát, és megcélozza azokat az embereket, akik hajlamosak elhinni magukról, hogy ők a fontosak, ők a vezetők, ők a megmondók, ők a, mm, azok, akik majd ugye a, ennek az erőnek a szolgálói lesznek, és majd ők jobban tudják. E, és az általában összekapcsolódik az egyéni jóval. De? nem a közös jóhoz kapcsolódik. Tehát a választás itt van, hogy akár melyik oldal mellé oda lehet állni, végül is mind a kettő egy adott ponton túl a, jót szolgálja, de ki hol érzi jobban magát, kinek a személyiség jegyei mire teszik őt alkalmassá. Tehát van, aki sokkal alkalmasabb építeni, van, aki alkalmasabb a rombolásra egy, vagy lebontásra egy bizonyos tudatszinten. Tehát azt mondják ugye a bölcsek, hogy akkor lesz itt aranykorszak, amikor bennünk egyénekben legalább 51 ban fontosabb lesz a közös jó, mint az egyéni jó. Tehát ez alap. Vagy több. Nyilván nem szabad megfeledkezni az egyéni jóról sem, mert az sem lehet, hogy mindig csak kilélegezni, mindig csak adni, és saját magamat nem tölteni, nem pihenni, nem élvezni az életet bizonyos szinten. Tehát nincs is azzal semmi baj. Csak kérdés, hogy melyik dominál, és melyik vezet. akkor tovább szövöm, Béla, amit mondtál. Én, én hiszem azt, vagy tapasztalom, ahol tartok megértésemben, tudatszintemen és önismeretemben, hogy ha már önismeret, van az önismereti nívó, ahogy ezt emeljük, azt tapasztalom, akkor az emberi értékek is kezdenek kibontakozni, aztán a tudatossággal az emberi erények, és hát az aranykorra utaltál, amikor ez az egyéni jó, és a közös jó az egy valójában. És Melinda, mindig figyelve téged, vagy ismerve a munkásságodat, ugye hozod ezt a középutat, ezt a stabil középutat, és most ide térnék vissza a tekérésedre is, hogy, hogy még kanyarodjunk vissza. Mivel most sokan beszélgetünk és sok mondani valónk van, erről is volna egy történet, hogy hogy, hogy, hogy hogy háríthatjuk a felelősséget abban a kérdésben, hogy van egy munka, amit összejön valaki, bárki és mindenki, nem tudom, ismeritek és van egy munka, amit el kell végezni, és egymásra fogják, és a végén nem végzi el senki, mert kiderül az, hogy mindenki elvégezhette volna, sőt, bárki alkalmas lett volna rá, de senki sem csinálta meg, majd utána lehet nézni. A, 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 másik, hogy az időminőséghez megint kapcsolódva, pontosan ezen a kígyólevedli bőrét előadás végén hoztam egy képet, ami egy nagyon, nagyon ilyen szimbolikus kép, hogy képzeljünk el egy szimfonikus zenekart, ahol ott vannak a zenészek, és ugye minél tökéletesebben játsz, játsz a saját hangszereden. Kövesd a kottát, amennyiben kotta van, és amikor kell, akkor néz fel a karmesterre. Tehát ez az egyéni felelősség, ez nekem felelősség kapcsolatban van a felnövéssel, abból egyértelműen következik a felelősségvállalás, és a felnövésből azt gondolom, vagy a, a személyiség érettsége jelenti az alapot egy spirituális úthoz ahol már van egy tudatos felelősség. Például az egyén és a közösség kapcsolatában is, ha megnézzük, egy közösségben minél több érettebb önmagáért felelősséget vállaló ember van, akkor a közösségnek a közös felelősségi szintje is növekszik, és lesz egy ilyen egyensúlyos adok-kapok, hogy, hogy, én, én igen, adok a közösségnek, de a közösség is ad nekem, és ebből lesz egy, lesz egy áramlás. És egyébként, ha az idő Idők szavát nézzük, ugye nem azt, hogy az idő mennyisége, például az asztrológiám azt figyeli, hogy hány percig tart ez a beszélgetés, hanem mi az az érzelmi-gondolati tudattartalom, ami itt van, és ami lehetőség és tanulás ebben számunkra. Hát az, hogy még mindig nagyon benne vagyunk ebben a felelősség tanulásában, egyébként meg ebben az évben is. És akkor ne csodálkozzunk, hogy akár belső kényszerek, vagy külső kényszerítő tényezők nagyon ezt tanítják, szintén amivel kezdett Béla, hogy hogy olyan dolgok történnek a világban, lásd, egészségügyi rendszerjárvány, ahol már racionális tudatban, kifelé figyelve nem lehet önmagában megoldani a dolgokat, tehát emelkednünk kell, plusz az éretlenebb vagy gyermekibb egyén az elkezd fölnőni a társadalomban, hogy nem a papa meg a mama fog most már megbenteni, nem az állambácsi meg az államnéni, hanem lehetséges, hogy magamra számíthatok, és ez nem valami antiszociális dolog, hanem spirituális értelemben mondom, és a, a, felelősségről pedig ugye rögtön át lehetne kötni a szabad akarat, szabad választás kérdésére, de szerintem az következő kör lesz, mert már sokat beszéltünk. <laughs> Mehetünk innen tovább szerintem a szabad akarat témájával. Itt, a, amit még e, szívesen veszek, hogyha megérintjük itt az első blokkban, ahol a, az egyénnel, szoros értelme az egyénnel szeretném, hogyha foglalkoznánk, csak azért, mert valaki ott ül mondjuk a kamerák előtt, és azt érzi, hogy mondjuk ő olyan e, annyira szenzitív a világban zajló változásokra, hogy ez benne mondjuk szorongást vált ki. Mert egyszerűen magára veszi, rezonál, és ő mondjuk felelősség teljesen szeretnehez állni, de nincs eszköztára, Abból adódóan, hogy ez egy eddig ismeretlen helyzet, és most olyan nagy forrongás van, olyan változás van, sőt, csak azt érzi, hogy szorong, azt érzi, hogy nem találja a fogást az életén, ami eddig működött, az, az kevésnek bizonyul. Tehát a, a szabad akarathoz, ha lehet, egy kicsit így is közelíts Zsolt, kérlek, hogy, hogy, hogy azért javasoltam, hogy az egyén felől, ami végén egy, hogy most az egyénnek jó, és a köznek, vagy hogy mindenkinek jó hogy egységben az erő, vagy egységben legyen meg ez a hatás, hogy, hogy az egyén mit tud tenni elsősorban önmagáért, hogy utána ez a kilégzés-belégzés, Béla, amire utaltál, hogy meg legyen az a balansz, hogy ne legyek ilyen altruista, hogy csak a másikért és a, a többért, mert akkor nem lesz meg az erőm hozzá talán. Én nagyon hiszek abban, és ezt próbálom szolgálni, hogy tudom a tevékenységeimmel, hogy minden az egyéni tudatból, az egyéni pszichéből indul ki hiszen ezzel teremtjük a közösséget, vagy eztől függ a közösségnek a nívója, a közösség jövője és a saját jövőnk is. És ilyen értelemben van egy ilyen jelszavam, hogy egyéni törekvés, hogy aki ott tart és erre lehetősége van, törekedjen arra, hogy tartsa tisztán a tudatát, vagy tágítsa a tudatosságát. Nyilván ez oknak szól, akik esetleg más spirituálisan útkeresők, vagy utonjárók, vagy gyakorlók. A psziché szintjén én nagyon fontosnak tartom bárhol, de különösen a magyar társadalomban az önismereti kultúra, az önismereti intelligencia növelését, vagy ennek az ismeretterjesztését, szerintem, hogy te csinálsz, az is ezt szolgálja, ez, ez nagyon fontos. És ebből következik az, hogy már nem csak racionálisan látom a világot, hanem látom szimbolikusan, ami egy magasabb szint a megértésben, analógiáson és intuitíven. És jobban el tudom helyezni magam az én és a külvilág kapcsolatát, hogy mi van. Tehát például van egy ilyen helyzet, a háború, bármi. Ott már rá lehet rátni arra, hogy attól függ, hogy én hol tartok a saját önismeretemben, hogy most nem azt mondom, hogy ennyire távoli pont, hogy a háborúhoz hogy van közöm, de hogy a, ahhoz, hogy mi történik körülöttem, mi van a testemben, a környezetemben, ezáltal elkezdem megérteni ezeket a, ezeket a dolgokat, és tulajdonképpen ekkor fölmerülnek olyan ügyek, hogy oldódik például a félelem, oldódik az elszigeteltség, vagy az agresszió, és jobban megtalálom a helyemet, hogy mihez mi közön, például mi az én kompetenciám és mi nem, és abban meg tudok nyugodni. Személyiség oldalról megközelítve, megint most itt van ez a háborús helyzet, csak így figyeltem, vagy bármilyen más politikai esemény lehetett látni, amit én, amit én megfigyeltem legalábbis, hogy jogosan vannak agresszív, vagy félelemteli, kicsit hisztérikus reakciók, annak hiányában, hogy ha valaki valahogy jobban nem tudja elhelyezni magát az életében, tehát tehát, hogy ő, volt egy rövid történet, éppen a fodrásztál voltam egy barátomnál, és akkor mondták, hogy itt mindenki fél a háborút, és én csodálkoztam, mert, mert, mert én nem tapasztaltam ezt, bennem sincs így, így félelem ezzel kapcsolatban, a a azzal együtt pedig jogos, tehát megértem, mert a kulcsa szerintem az, hogy ha valaki képes beállni a helyére, csinálja a dolgát, és állandóan tükörben néz, akkor, akkor tulajdonképpen jó értelemben azzal van elfoglalva, megint visszatérek a zenészre, aki játszik a hangszeren és nézi a kottát, és úgy tud segíteni majd az egész, az egészen, mert az összhangzattan úgy, fog, úgy lesz harmonikus, hogy én a helyemben vagyok, és hogyha a másik zenész esetleg egy oktával följebb vagy lejjebb játszik, akkor tud hozzám igazodni, vagy oda tudok nyúlni, hogy lapozok a kottájából. Tehát, hogy az hozhat egy megnyugvást, hogyha önismerettel, sorsismerettel, így húsvét közelettével fölveszem a keresztemet és beállok a helyemre, mert akkor nem fog nyomasztani vagy agressziót kelteni, hogy éppen egy háború van, hanem akkor együttérzően tudok viszonyulni, ha kell, akkor segítek, és meg tudom találni a helyen, be tudom kalibrálni, hogy mi közöm hozzá, és mit tehetek fizikai síkon, mentális síkon, vagy akár spirituálisan egy, egy közös imávár és meditációval. Én ebben most hadd csatlakozzak ehhez. Én azt látom, hogy amiről mi beszélünk, a zenész példátból kínul, ez a zenészek szintje. De a zenész az, aki már tud kottát olvasni, képes arra, hogy leül. El, tehát, és akkor mi kérdés, um, hogy a kottát kiírta. Igen, de hogy, tehát, hogy ez a fajta szabad akarat, hogy én eldöntöm a reakcióimat, és hogy én, hogy én, hogy én eldöntöm azt, hogy most ránézek erre. Tehát ez már mindegy olyan tudatossági fok, ami úgy gondolom, hogy az ide való eljutás már egy hatalmas hőstet. Tehát, hogyha valaki ide el tud jutni. Tehát általában én úgy látom, Bélához is kapcsolódva, hogy a, a mi világunkban két nagy erő sodorja általában az embereket és a lelkeket, ugye egy pusztító erő, ez amit talán a rajasznak nevezi a szanszkrit, és mi rájöttünk, hogy mondhatnánk, hogy negatív rajaszt, meg pozitív rajaszt ketté kéne venni, és akkor így a, így a nyugati misztikával is passzolunk, hogy egy lebontó, állandóan, állandóan a káoszt föntartó erő, meg a rendet, az építést, az életet föntartó erő. Na most az emberek... Ha nincsenek fölébredve, és nincsenek egy magas energetikai szinten, a tudatuk nincs egy energizált állapotban, csak az erők hatására sodródnak. Tehát olyanok, mint amikor látod a, a hullámokat, hogy így sodorja a homokot jobbra-balra. Tehát tulajdonképpen itt az első kulcs, hogy ezek az erők, ezek tőlünk függetlenül is van, ez egy ilyen dimenzió. De mi föl tudunk oda erősödni, hogy ugye eldöntjük, hogy az erő melyik oldalára állunk, de ezek az erők, ezek nagyon nagyok, amire te is utaltál. Tehát ez egy borzasztóan magas szint, amikor egyáltalán meglátom a mátrixot. Tehát meglátom, hogy hoppá, itt ez egy, egy, megcsinált dolog, és hogy itt az a játék, hogy én fölismerem ezt, és hogy hova állok. És ott látom én az elsőt, és legfontosabb dolgot te az önismeretet mondtad, és ezzel milyen egyetértek, azért fontos az önismeret, vagy bármi elindulni, akár kis lépésekkel ahol vagyok, mert azért nem látom és nem tudok választani, és nincs erőm hanem csak észre sem veszem, hogy sodródom, hogy belevisznek mondjuk a gyűlöletbe, észre visszem, veszem, hogy belesodornak a félelembe. Ezeket miért nem veszem észre? Azért, mert olyan vagyok, mint egy ezer szűrővel, filterrel lefedett, úgy mondja a szanszkrit kormos mécses. Tehát én egy világító valami lennék, csak éppen teljesen be vagyok kormozódva, és a tudatomon annyi torzító réteg van, és ezek, például a félelem, az agresszió rezgései eltalálják az én rétegeimet, ezeket a torzult rétegeket. Talán ugye ezt mondhatnánk, hogy az ezeknek a megnyilvánulása, amikor ez összerendeződik egy személyiségé, ez a sok anyagszerű, a túlélés és a semmilyen magasabb nézőpontot nem, nem bíró dolog, ez az ego. Most az ego, az egy rezgésem van. A világban a negatív erő is egy rezgés. A hasonló a hasonlóval... Összetud, tehát ezek tudják, ha egy frekvencián vannak, akkor ugye felerősítik egymást, együtt tudnak rezegni. Na most ott, ott kezdődik szerintem a szabad akarat onnantól van, amikor én már nem öntudatlanul rezgek valamivel, egy hatással, ami ér engem, hanem én tulajdonképpen kiveszem magam ezekből a rezonanciákból, és én döntöm el, vagy akár én egy adóvevőként kezdek sugározni. De ez nagyon nehéz. És azért nehéz az, hogy ezt az emberek tömegesen miért nem tudják megcsinálni, erről nem tehetnek. Ez a fájdalmaik miatt van, a fájdalom test miatt. Amiatt, hogy évezredek óta, amit egymással művel, ugye az emberiség, meg úgy, ami történik, és ezeknek a lenyomata bennünk van, amennyiben ezt nem tudjuk földolgozni, és nem találjuk meg minden út, azt gondolom, hogy más módszert kínál, a, a, a hitnek a különböző formái, van, aki a hittel kijut ebből a fájdalomtestből, pusztán azáltal, hogy hisz Jézus Krisztusban, vagy bármilyen Istenben, tehát azt mondja, hogy ez kirántja őt ebből. Van, akinek olyan önismereti technikák kellenek, van, akinek a meditáció. Tehát, hogy különböző módok vannak, de nagyon lényeges, hogy kikerüljünk ebből a filterezett, bekormozódott egó személyiségből, mert onnantól van szabad akaratunk, ugyanis ameddig ez nincs meg, a negatív erőhöz nem csak, a, nem csak az agresszió tartozik, hanem a félelem típusú érzelmek is. Na most a félelem típusú érzés az én meglátásom szerint abban más az agressziótól, hogy sokkal alacsonyabb szinten, energiaszinten van. Tehát sokkal tehetetlenebb vagyok, ugye bénultabb vagyok. Nekem ehhez képest, ha valaki jól feldühít, és azt mondja, hogy ő az ellenség, az egy energiaszint növekedés. Tehát a tömegesen azért tudják az embereket belesodorni, abba hogy gyűlölködjenek, mert a szorongás, a félelemből az egy megnyugtatóbb állapot, hogy haragudhatok valakire, az már egy stabil, egy fix pont. Én tudom, hogy ő az ellenség, és akkor mi... És ez az öntudatlan sodródás, a sötét oldalnak Igen. ez a játéka, hogy tulajdonképpen nem kell más csinálni. Ehhez képest átmenni a pozitív oldalra, ahol kreatív vagyok, teremtő vagyok, az együttérző szeretetteli, az óriási energiát igényel. És én azt látom, hogy az a kulcs, hogy hogy tudjuk ezt az energiát felszabadítani, hogy oda átfigyük az embereket, hogy, hogy egy krízishelyzetre kreatív válaszunk legyen. Tehát ne agresszív válaszunk legyen egy krízisben, hanem kreatív, vagyis teremtő, megoldó, pozitív, mással is törődő, stb. Tehát ez jutott így az össze. Ez a tudatosság, meg az öntudatra ébredés nekem egy szimbólummal élve kicsit olyan, hogy nem tudsz odéptolni egy szekrényt, amiben benne vagy benne állsz. Tehát az, amiről itt most mi beszélgetünk, az az, hogy szállj ki abból a szekrényből, és mert rálátni arra, hogy hogyan működik a világ pillanatnyilag. Hát ugye, amit Melinda mondott, hogy ezek a koromrétegek ott vannak. Most ezeket a koromrétegeket nekünk folyamatosan felépítik, nagyon tudatosan, nagyon szándékosan, hogy ne is lássunk át rajta, hogyha lehetséges. Tehát konkrétan ahhoz, hogy el tudjunk igazodni az életben, szükségünk van valamilyen fajta térképre. És ez a térkép az életünkben rendszerint a világkép. Tehát milyen képet alkotok én a világról, mit látok belőle, mennyit értek meg belőle. Tudom, hogy milyen törvényszerűségek mozgatják, tisztában vagyok egyáltalán azzal, hogy vannak bizonyos törvényszerűségek, ne? amiket én nem tudok áthágni. És az első lépés a felébredéshez talán az volna, hogy, hogy tegyünk egy jó térképet az asztalra. Azon is el lehet tévedni, de egy rossz térképpel viszont esélytelen megtalálni a jó utat és én most két szimbólumot is mondtak, bocsánat, csak csatlakoznék a Zsoltnak a kotta példájához, mert én akkor ott belekontárkodtam egy fél mondattal, hogy attól függ, hogy kiírta a kottát, mert a Zsolt nyilván a tudatosság azon szintjén gondolkodik erről, ami az asztrológia is képvisel, és hogy, hogy ez egy, az egy akotta. Na de hányan akarnak most nekünk kottát írni, vagy hányan akarják a térképünket befolyásolni, hogy mi mi alapján próbáljunk meg tájékozódni? Hát végső soron az elmúlt pár ezer év arról szólt, hogy minket tévúton tartsanak. Tehát, hogy ne ismerjük fel az univerzumnak a törvényeit. Hogyha megnézzük ezeket a nagy birodalmakat, hogy melyik mennyi ideig tudott fennmaradni, azt látjuk, hogy minél tovább megyünk vissza időben, minél inkább szakrális volt egy birodalom, minél inkább kapcsolódott az univerzális értékekhez, annál tovább tudott fennmaradni. Minél inkább anyagi, annál inkább rövidül az élettartama. Egyszer kezembe került egy térkép, amit úgy készítettek el, hogy 50 évenként felvá... színesbe be voltak rajzolva a határok. 50 évenként, hogy változtak. És ahogy így lapoztam, úgy azt láttam, hogy bizonyos birodalmak sokáig fennmaradtak, növekedtek, azután elkezdtek zsugorodni. És ahogy tovább lapoztam a könyvet, ez a növekedés és zsugorodás mind rövidebb időszakra szorítkozott. Tehát egy szakrális nézőpont nélkül, pusztán az anyagba süllyedve, majdnem, hogy, hogy esélytelenek vagyunk, ugyanakkor ezek a nehézségek mégiscsak eljuttatják az embert oda, hogy ja Istenem, ugye? Mint a zuhanó repülőgépen, ahogy mondják, hogy nincsenek ateisták. <gül> <gül> Ott mindenki tudja, ja Istenem van abban a pillanatban, amikor közel van a vég. És a szabad akaratot én úgy látom, hogy van valamilyen mértékben. Illetve, hogy szabad akaratom van, de ahhoz hozzá van rendelve bizonyos mértékű energia, amivel én dolgozni tudok. És minél inkább a közös jóra figyelek, nyilván a közös jóban én is benne vagyok, tehát a közös jó nem azt jelenti, hogy mindenki másnak legyen jó nekem, nem, hát ha mindenkinek jó, akkor abban én is benne vagyok a közös jóban. Együtt emelkedünk. Hát, hogyha Ebbe a, ebbe a közös jóba beleállva használom a szabad akaratomat, akkor azt tapasztalom, hogy egyre több lehetőség, egyre több energia áll a rendelkezésre, és működik a dolog. Azt is látom, hogyha ha valaki ugye kifejezetten az egyén jó irányába dolgozik, ami azt jelenti, hogy nekem legyen jó, és nem érdekel, hogy veled mi van, te nyugodtan elpusztulhatsz, szenvedhetsz a te dolgod, ugye nekem legyen jó, a te szenvedésed állán is, ott azt látom, hogy ez a póráz rövidül. Tehát, hogy egyre kevesebb az energia, ami a szabad akaratnak a, a működtetését lehetővé teszi. Úgyhogy adott a helyzet, és ezt valószínű, hogy előbb-utóbb mindenki észreveszi saját magán. Tehát mindig örömmel olvastam Andrea Vivernek a Fényhozó című könyvét, hogy itt vannak a nehezítők, akik tulajdonképpen szintén a jóért dolgoznak, de nekik az a feladatuk, hogy megnehezítsék a dolgunkat azért, hogy ráébredjünk arra, hogy lehet másképp is. Hallottam egyszer egy olyan kifejezés, hogy szemétláda angyalok. <gül> 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 És ide, a vegeit, ide szeretnék kapcsolódni mind a kettőtökhöz. Egyrészt, amit Merinda mondtál, az időminőségét figyelve azért most toljuk, vagy tolják fel a potmétert, azért mondom mind a kettőt, mert minden, ami kívül történik, azért a mi kollektív, egyéni kollektív tudattalan, illetve megél tudatos kivetülése kölcsönhatásba azt gondolom a kozmikus törvényszerűségekkel, tehát nem független tőlünk. Tehát magyarán az ébredés is fokozódik, azt látom, és a, a kényszerűség is fokozódik az ébredésre. Én szoktam mondani, hogy végül is a, csak a duálisban, a fény és az árnyék a duálisban ellentét pár egyébként pedig a, a, az árnyék a fény hiánya. Ez az egyik meglátásom szerint. A másik, hogy természetesen, amit mondtam, ö, én úgy gondolom, hogy ahogy előadásaimban is beszéltem, ö, során is beszéltem erről, hogy én ö, ugye a, a nyugat úgy közelíti meg például a joga filozófiában, hogy törekvés és ajánlás, nem pedig az, hogy ráolvasás jelleggel már ezt meg kell valósítanunk hogy most mindenki ahol tartott vizsgálja meg, és ott nézze meg a következő lépcsőfokot, tehát most van ez szerintem ez a mérföldes csizmás haladási lehetőség, hogy egy következő lépcsőkor fölépjünk, és nem lehet az első emeletről a tizedikre rögtön fölugrani. És megint csak, hogy kicsit a személyiség oldalról megközelítve a, a dolgot, hogy ugye krízis, mondtad azt, hogy váratlan helyzetben vagyunk. Egy krízisre azt gondolom, hogy mindig úgy reagálunk, amilyen a személyiségünk és a, annak a működése, abban mennyire vagyunk tudatosak. És mennyire vagyunk képesek rugalmassá válni egy új helyzetre, fejlődésre használni. Tehát vagy egy krízis ugye elborít bennünket, ahogy megnézzük a klasszikus drámákat, vagy görög tragédiákat, akkor ott katarzist él meg a főhős, és nem katasztrófát. Tehát egy igazi krízisből, hogyha egy új mechanizmust tudunk ő, kimunkálni magunkból, akkor képesek vagyunk választ adni rá. És azt mondom, hogy kívül megjelenik az agresszió, mondjuk háború formájában, vagyok én itt, vagy bárki kedves néző, és akkor hol vagyok én ettől, nézzem meg, hogy mi, mit kell bennem. Tehát vonatkoztassa magamra. Ne elméletileg, hanem konkrétan mit kelt bennem, hiszen úgy tudom, egyébként ezt mindenre szoktam mondani, hogy politika, társadalom, bármilyen történésekre, hogy történik valami, nézem meg, hogy, én, hogy reagálok rá, és mit vetitek rá, hogy van ehhez közöm, milyen energiát gerjez bennem, és akkor kerülök közelebb magamhoz, és akkor itt visszakanyarodok a felelősséghez, és én ezzel kerekíteném le, a, a szabad akarat, szabad választás determináció kérdéséhez, mert ez szerintem három dolog. Ha rövid választ mondanék, akkor azt mondom, hogy ez az önismerettől és a tudatosságtól függ. Tehát létezik, minél inkább gyarapszom az önmagamban levő tudatosságban, önismeretben, annál inkább nő a szabadságfokom, minél kevesebb, annál inkább determinált helyzetben vagyok. Én azt gondolom, azt látom, ahogy én megértem a dolgokat, hogy vannak, van egy olyan determináció, ami, ami szükségszerű, mert attól fejlődünk, és azt nem kell, hogy megváltoztassuk, és nem is tudunk be, megváltoztatni, most talán maradjunk ennyiben. Aztán van olyan determináció, amivel egész egyszerűen magunkat determináljuk, mert ott tartunk tudatosságban és tapasztalatban, és ez bekorlátoz bennünket és utána, hogy ebből képesek vagyunk fejlődni, vagy ránézni, vagy bizonyos szükségszerű dolgokra, ugye nem tudunk a tényvilágba változtatást tenni, de az attitűdömet meg tudom változtatni, na ott például tudom növelni a, a, a szabadságfokomat. És ez, 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 világosan látszik, tehát én asztrológilag tudom igazolni kollektív eseményeknél, egyéni eseményeknél, hogy ha valaki tudatosabban reagál a dolgokra, még akkor is, ha szükségszerű, például a jóga filozófiába, prárabda és szükségszerű, hogy átélje, mégis ö, elszenvedi ugyan a test, de belül szabad és léteznek olyan dolgok, amit például fizikai síkon nem kellene megélnünk. Gondoljunk -e, egy kontraverziós tünetre, aki ezt érti pszichoszomatikus betegségre, ha az pszichés szinten megoldom, nem szükséges, hogy a testbe belehasodjon és megbetegedjek. Tehát ha az képes vagyok magamban önismerettel megoldani, éretten egy emberi helyzetben megoldani, és mondjuk az agresszió vagy a dühöm az nem a testembe hasad be, akkor mondjuk nem szükséges, hogy megműtsenek epehólyaggyulladással. Az például nem biztos, hogy szükségszerű. Ez csak egy példa, tehát tehát nagyon sok mindenben a szabadság növelhető, és itt megint visszakanyarodva a vezetőthöz, hát tudjuk, hogy minden szélsőség pusztító, és az nem a tudatosság, nem az önismeret. Tehát, hogy valaki azt gondolja, hogy az embernek nulla szabad akarata van, akkor ugye érdemes elgondolkodni, hogy akkor miben áll az ember lét. Tehát akkor hogy, akkor, akkor hogy, tudunk szeretetben, szeretett tudatosságában gyarapodni emberi értékben. Vagy a másik oldal, ha az ember meg, meg csak úgy mindent megtehet, és akkor kotta, meg amit te mondtál, hogy akkor hát van végső valóság, van darma. Vannak kozmikus törvények, tehát én szerintem a szabadság az, hogy én azzal összhangban vagyok, nekem a karmester a kozmikus törvények, hogy én összhangban vagyok, én erre utaltam erre a hasonlattal, és természetesen, ahogy mondtad, az a kotta, ami valamiképpen a végső valóságnak, vagy a darmának lenyomata, Igen, ezt létrehoztunk egy olyan rendszert, ahol esetleg ezt vannak olyan erők, akik öntudatlanok és el akarják titkolni előlünk, de hát ennek a lenyoma, ez a térkép szerintem ott van bennünk, a szívünkben, a, 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 a szellemünkben. Amit mondtál, ahhoz hadd kapcsolódjak, hogy van egy nagyon érdekes kijelentés a hermetikus alkímiában, ami azt mondja, hogy az ember léte egy kőbevéset ismeretlen szöveg. Egy dolog fügni ettől a kőbevésett szövegtől, egy dolog megismerni, elolvasni, egy dolog megérteni, és egy dolog összetörni a követ és újraírni. Ezt csak úgy gondoltam, hogy amit te mondtál, talán ez jól összefoglalja ezt a törekvést. Hogy úgy, úgy éreztem, hogy te is erre utasz, hogy, hogy az eleve elrendelés is igaz, és vannak az alvó teljesen tudatilag bezárult öntudatlan lelkek, ez szinte az eleve elrendelés igaz, mert ugye, tehát egyszerűen nincs, nincs bele hatásuk a sorsukba, és ez egy, ez egy skálán mozog, hogy a tudatosságom fokától és az szintemtől és az felébredtségi állapotomtól függően vagyok képes újraírni akár megérteni, el van, aki csak elolvassa, azt mondja, hogy ez van. És akkor mondta, hogy ha nem kell átélnem feltétlenül egy betegséget, ha elolvastam, megértettem, hogy mi volt odaírva, írva, mi, mi az a hajlam, ugye, mert te foglalkozol a hajlamokat, e, mutatja itt e, az asztrológia, és azért mindig nagyon bele volt ágyazódva a nyugati e, misztikába, mert ugye észrevették, hogy itt azért sok tényező hat az emberi lényre, mert az ember egy tényleg egy, egy megismerő centrum. De egy olyan megismerő centrum, ami az egész világ fel tudja fogni, de mégis egy, olyan, mint egy érzékeny adóvevő, hogy minden hat is rá. Tehát mi is hatunk, de ránk is hatnak a dolgok. És a szabad akaratunkat gyakorlatilag ki kell fejlesztenünk ebben, hogy, hogy akár én azt gondolom, hogy a csillagerőket is befolyásolhatja egy, egy teljesen felébredt ember, a butha, egy teljesen öntudatlan ember, meg teljesen föl se fogja, hogy mi történik vele. Ezt találónak érzem, <laughs> abszolút, és még talán annyit hozzá, hogy a fizikai világban, amit mondtam, hogyha törekszem belül a tudatosságra, önreflexióra, akkor a fizikai világban úgy tudok jobban eligazodni egyrészt, hogy mi micsoda, félelemkeltő, agressziókeltő, bármi, vagy bizonytalanságot keltő, sajnos lesznek még ilyen események bőven a következőkben, azt gondolom. E, másrészt pedig, e, ha magamra vonatkoztatom, akkor élettebb reakciókat tudok adni arra, tehát megint videókban beszéltem arról, hogy amikor most, most, konkrétan politikai választásra gondolok, hogy egy pártra, egy ideológiára te mit vetítesz rá? Milyen megdendolgozott személyiség részeid vannak, az például egy autoritás helyzet, akiket választunk politikusok. Lehet, hogy az apámmal meg nem dolgozott dühömet vetítem rá egy politikusra, és nem is veszem észre, hogy egyébként ő mit közvetít, vagy arra a másik emberre, akit éppen diszkriminálok azért, mert azt a politikust követi. Tehát, hogy kezdjem ezeknél, hogy az én szemüvegemet megnézem, hogy az mennyire tiszta, és akkor tisztában látok, és érettebben tudok reagálni, hogy mit tudom, nem oda megyek a háborúba rövöldözni, meg nem is vagyok közömbös, hanem akkor hol van ennek a középútja. Mi az én felelősségem benne, pontosan az én helyemről és az én kompetenciámból, mert, mert ahol én állok, csak úgy tudok a másiknak segíteni. Tehát, hogyha én az a segítő-segített helyzet, a nagyon összetett helyzet, ha én egy fuldokló után be, beugrom, és aztán én magam is belefulladok, akkor lehet, hogy őt fogom lehúzni. Tehát azért egy nagyon összetett kérdés. Sőt, ha tovább árnyalhatjuk, akkor talán idehoznám azt is, hogy mindannyiunkban van egyszer ez a certainty, uncertainty, tehát hogy ez a kiszámíthatóság és a bizonytalanság iránti vágy. Viszont az elmúlt két-három év az nagyon erősen ezt az oldalt tolta meg, hogy nagyjából majdnem minden változik, és nagyon kevés az, amit kiszámíthatunk, és azt szerintem árnyalja azt, amit az előbb mondtál, akár a bármilyen szintű bizalom, szavazat, választás kapcsán, hogy amikor nagyon kiszámítatlan, akkor alig várom, hogy Zsolt mond meg, hogy mit csináljak. Zsolt végre adj egy fix pontot az életben, és ez szerintem befolyással lehet arra, amit most Melinda is végigmondott, és ez nagyon tetszett, hogy észre se veszi, hogy valami változott a világban, észreveszi, de hát azt mondja, hogy ez van, tesz érte, vagy ő idézi elő az lehetséges változást azzal, hogy ír egy új kőtáblát, és azt mondja, hogy akkor ez legyen. Tehát, hogy itt ezek különböző szintek, és azért örülök, hogy ezt a segítségetekkel most így körbejárhatjuk, mert nagyon tetszett, hogy mondtad, Melinda, hogy van, aki már olvassa a kottát, amire az Zsolt utalt, van, aki azt tudja, hogy van kotta, meg azt se érti, hogy milyen zenészek játszanak itt egyáltalán. Szóval ezek különböző meglátások. Mi mindenkinek szeretnék adni egy lehetőséget most, hogy ezt így lekerekítsük, az első beszélgetésünket, és itt egyébként annyit mondanék a kedves nézőknek, hogy volt szerencsém mindegyik külön-külön is beszélgetni, és ide a leírásba be fogjuk tenni azoknak is a linkjét, hogy aki még esetleg nem találkozott azokkal a beszélgetésekkel, meleg szívvel ajánlom, hogy nézzétek meg, mert például Zsolt, nájutott ez most eszembe, hogy amikor utaltál arra ez a eleve elrendeltetettség, illetve a, szabad akarat, hogy arról te egy előző fórumon, ahol nem ilyen szép számmal voltunk, hanem csak rád tudtam koncentrálni, ott azért jóval mélyebben kifejtetted ezt, ezt is. Úgyhogy ehhez kapcsolódom még most az egy ilyen vonatkozásában, amit szeretnétek, köszönöm, ha hozzáteszitek, és akkor utána folytatjuk majd a közvetlen hatásunkkal a környezetünkre. Hát egy nagyon gyakorlati, de nehezen megvalósítható javaslat volna tulajdonképpen az ítélkezés mentesség. Ennyi csak? E, e, igen, az, csak ez azért, rendkívül mocsánat, nehéz. Hát hogyne? Hát, hogy ne? Azért próbáltam ugyanis, ugyanis eleve egy jó világkép hiányában, és az univerzális törvények ismeretének hiányában, minket olyan módon próbálnak manipulálni, hogy mindig keressünk áldozatot, keressünk agresszort. Nevezzük meg, hogy ez a rossz, ez a jó. És a legdurvább manipuláció... Amikor újra és újra azt halljuk, hogy az ártatlan áldozatok, az ártatlan gyermek, az ártatlan nő, az ártatlan férfi, aki semmit nem követett el, és mégis nimi mit csináltak vele. Nye? És az univerzális törvények tükrében azért azt, azt nem hinni, hanem tudni lehet, hogy senkivel nem történik olyan, amire valamilyen szinten ne szolgált volna rá. Tehát azok, akik most elkövetik ezeket a szörnyűségeket, lesz egy reinkarnációs szakasz, amikor meg fogják tapasztalni. Azok, akik most tapasztalják meg, elkövettek sajnos valami hasonlót korábban másokkal. Tehát ez a manipuláció, hogy az ők az ártatlanok, ők a, a e, veszélyeztetettek, a másik a bűnös és az agresszor. Nem történik olyan, amire ne szolgált volna rá valaki. És hogyha én elkezdek ítélkezni, az ítélkezés mit jelent? Ez jó, az rossz. Ez egy konfliktus helyzet, hol bennem, aki ítélkezem. Tehát valamit rossznak tekintek, de az a rossz hol van? Bennem. Mert én ítélkezem, ugye? Mert hogyha azt mondom, hogy igen, az Isteni törvény szerint zajlik, segítek, ahol tudok, annak, akinek tudok, abban, amiben kéri. Nagyon szívesen. De nem tekintem az egyiket jónak, a másikat rossznak, ez tökéletes törvény szerint zajlik. És akkor megőrzöm a belső békét. Ha megőrzöm a belső békét, akkor engem a külső eh, agresszió és külső konfliktus mondjuk úgy, hogy megkímél. Tehát akkor akkor körülöttem sem jelenik meg. Ha bennem ott van, akkor előbb-utóbb megjelenik körülöttem is. Melinda, nem? Én, én csak... úgy érzem, hogy én az előző gondolattal szerintem a... én ezt a témámat... Okay. Nem? Tehát... Akkor hát köszönöm. Akkor Béla, Béla hozzád, hozzád kapcsolódva, amire inspiráltál. Hát ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ha én nézőként ülök, nagyon érzékeny téma, és nagyon, nagyon egyetértek egyébként veled, csak ugye ez egy óriási fesztáv. Tehát ugye, ahogy Szepes Mária is írja, hogy ártatlanul bűnhődő ember nincs az univerzumban, vagy Shakespeare a Hamletben hogy nincs se Jósáros, -e, csak a gondolkodást teszi azzá. Ugye, kinyitottad a teret egészen ö, ö, magasra, Picit hadd szóljon belőlem a segítő szakember, aki non-direktív segítő kapcsolatokban dolgozik, hogy hogy lehet tudni ezt a fesztávot, viszont, és szerintem ez egy nagy tudat, kitágult tudatosság, de ezzel együtt, akinek ilyen kitágult tudatossága van, vélhetően elérte azt a szintet is, hogy azok az értékek fölébrednek benne például, hogy emberiesség, szolidaritás, együttérzés. Mert ugye az egyik alapon, ha valaki néz például ilyen karma elveket, akkor azt mondja, hogy ha valaki hajléktalan, hát az ő karmája, az egy karmikus következmény, és akkor nem segítek neki. Na de hát van szeretet ami szerintem egy létállapot, és akkor mégis odafordulok, és nekem ez itt egy ilyen középpont és egy ilyen belső béke, akár magammal is, hogyha valaki persze ezeket a dimenziókat képes eddig kitágulni, de ha ha azt mondom, hogy hogy most nézzünk egy szűkebb, szűkebb merítést, nyilván mindenki lője be magát, vagy érzékeljen, továbbra is azt mondom, vagy abban próbálok segíteni és biztatni mindenkit, hogy ahol ő tart, abban lépjen tovább, és abban nézze meg azt, hogy ami a külvilágban van, miközben van hozzá, és ne elméletileg. Tehát nagyon-nagyon jó, hogyha megértünk dolgokat, meg itt vannak ilyen emberek, akik mondanak. Szabó Péter interjújában ügyeket is inspirálunk, de de szerintem leginkább az, hogy ott ülök, él egy hatás, mi az első gondolat, mi az első, ér, első érzelem, testi reakció, ami keletkezik bennem és, és hogyha ha, ha, kell, akkor tényleg keresünk kapaszkodókat, akár eladásokat, könyveket, viszont a lényegi, hogy bárki, aki segít abban, hogy ezekbe tükörben nézzek, földolgozzam, tehát ez már az önismeretnek a világa, vagy bizonyos spirituális praxisoknak a világa, ez szerintem elvonatkozhatva nem lehet, tehát mindenképpen vonjam a szem, személyesre azt, hogy a, a legnagyobb dolgokat is. Ez, ez csak ez megint szaba, tudatosság és szabadság kérdése, hogy én eljutok-e önismeretben odáig, hogy én miért ö, ö, magyarként láttam meg az úregét és miért úgy születtem meg. És akkor a magyarság sorhoz nekem mi közöm, ez egy mély, mély fúrás. De kezdjem onnan, hogy miért oda születtem, ahol születtem, és nem intellektuálisan, mi közöm nekem hozzá, meg a transgrációs mintához, az ősök történetéhez, és akkor lehet, lehet, lehet ásni, nekifelé. Tehát most nekifelé közeledjünk, vagy ö, nyissunk, mert pont ez a, világ, ez a világ most arról szól, hogy befelé. Hiszen ami kívül van, az összeomlik egyébként hál' Istennek össze de hogy olyan értelemben új világot kell teremtenünk. Tehát most nem azt az összeomlást kívánom, hogy ez, ez egy pusztító és tragikus legyen, hanem hát tudjuk, hogy vagy élünk egy nagy közös házban, és akkor átalakuljuk alakítani a házat, akkor rendetlenség lesz átmenetileg, és a káosznak is van egy ilyen megközelítése, hogy ami káosz az azt jelenti, hogy még nem látom benne a rendet, de van a pusztító káosz is. Ez hát, hogyha ugye a entrópia, hogyha csak a szétesés felé megyünk, tehát én azt gondolom, hogy építsük újra ezt a házat együtt, de ezt magunknál kezdjük. Erős késztetést érzek, hogy kapcsolódjak ez egy kérdés, hogy a többieket is bevonjam, de mielőtt ez megtörténne, most tartunk egy rövid szünetet, nektek köszönjük az eddigi megtisztelő figyelmet. Mi tartunk néhány perc szünetet, ami nektek egy hét lesz, de hamarosan jövünk vissza hozzátok, köszönjük a figyelmeteket. Melinda Béla Zsolt, köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk. Én is köszönöm.